Inert Design és Manager 3 programozása, mozgásérzékelővel világítás kapcsolás. Először is vegyünk fel egy helységet a program indítása után. A helységet most állítom mozgásérzékelőnek. Ezután szükségünk lesz magára az érzékelőre, illetve föl kell vennünk egy relé kimenetet a világítás kapcsolására. Magát a mozgásérzékelő többféleképpen is felvehetjük, akár kereshetünk egy megfelelő ikont hozzá, de nekem most az IM380B eszköznek az ötös lábára van kötve a mozgásérzékelő. Magát az eszközt hozzá is párosítom az ikonhoz, illetve egy relé kimenetet fogok felvenni, tehát most a 3-as relé. Ezután létre kell hoznunk egy funkciót, és legyen az a vezérlés, hogy ha a mozgásérzékelő érzékel, akkor 15 másodpercig kapcsoljon be a világítás. Ezt nagyon egyszerűen fel fogunk venni egy digitális függvényt, ami egy impulzus függvény lesz. Beállítjuk mondjuk 15 másodpercre az impulzust, és elnevezzük magát a függvényt. Ha kész van a függvényünk, akkor ugye a funkció hozzáadását választjuk. Létrehozzuk a funkciós vonalat, ugye ahogy mondtam, a bemeneti modulnak az ötös lábára kötöttem a mozgásérzékelőt. És akkor a funkció, ugye ebbe az esetben ugye rövid lenyomást választunk, ugye amikor a mozgásérzékelő érzékel, akkor egy kontaktust ad magának az eszköznek, és így érzékeli azt, hogy mozgás történt a helyiségben. És akkor kiadjuk az impulzust. Ezután kész is, és feltöltjük a programot. Feltöltöttük a programot, akkor elindítjuk a központi egységet, és kipróbálhatjuk a működő programot. Ehhez menjünk a Manager fülbe a monitorhoz, és a monitor ablakban láthatjuk az IM380B eszközt, és akkor, hogyha most a mozgásérzékelő érzékel, akkor láthatjuk, hogy érzékelt ugye az ötös lábon, és bekapcsolta a lámpát, és akkor ez 15 másodperc múlva pedig kikapcsol.